Bár Józsa András 1834-ben Nagyváradon született, életének legfontosabb állomásai Nyíregyházához és környékéhez kötik. 1884-ben Szabolcs vármegye főorvosaként tevékenykedett Nagykállóban, de a 19. század második felében a régió legjelentősebb régészeti feltárásaiban is fontos szerepet játszott. Munkájának öröksége tetten érhető abban is, hogy nevét és emlékét Nyíregyházán kórház, városrész, utca és múzeum is őrzi, amely fennállásának 151. évfordulóját ünnepli. Amellett, hogy szerszámok asztaloskodott, amellett, hogy kolorelnő gyógyszert kevert ki magának, amellett, hogy az artézi víznek, illetve a kútfúrással, illetve a tiszta minőségű vízzel látta el Nyíregyházat, az első kút egyébként itt van pontosan a városházának az udvarán. És hát egy olyan nagy gyűjteményt is, egyébként abban az időben, amikor a múzeumok még csak éppen alakulni kezdtek, amely megalapozta a Józsa András Múzeumnak a 150 évét. A Városházán tartott ünnepségen Rémiás Tibor igazgató elmondta, ez az a nap, amely alkalmat ad arra, hogy visszatekintsenek az elmúlt hónapok munkájára, kiértékeljék azt, és közösen örüljenek az elért eredményeknek. A múzeum életében két nagyon fontos ünnep van, az egyik az a múzeumok éjszakája, ugye minden év június végén szoktuk megtartani ezt a nagy ünnepet, ahol több ezer ember látogatja meg a múzeumot, és kitárjuk a kapukat olyan értelemben, hogy a kulisszák mögé is be lehet nézni. Ez a mostani ünnep, a múzeumi nap, ez egy kicsit bensőségesebb, és itt értékeljük a munkánkat. A nagy közönségnek elmondjuk, hogy milyen tudományos eredményeket értünk el, mennyi kiállításunk, mennyi konferenciák, mennyi kiadványunk született ebben az évben. Nincs is hiány eredményekben, hiszen 2018-ban majdnem háromszor annyian tekintették meg a Józsa András Múzeum tárlatait, mint az azt megelőző esztendőben. Ennek is köszönhető, hogy az intézmény májusban elnyerte az év múzeuma díjat. 2019-ben is sikerült fenntartani az érdeklődést, hiszen a Sóstói Múzeumfaluval közösen több mint 80 ezer látogatót fogadtak. Olyan kiállításokat hoztunk megint ide Nyíregyházára, többek között a Jégkorszak című kiállítást és a Szinyei kiállítást, ami szintén messzemenően az elképzelésünket felülmúló látogatói létszámot hozott. A Jégkorszakot 12 ezeren látták, a Szinyei kiállítást pedig több mint 25 ezeren. Összességében csak a Józsa András Múzeumban 58 ezer látogató fordult meg. A múzeum ünnepnapján megkoszorúzták Józsa András síremlékét az északi temetőben, délután pedig tematikus programok várták az érdeklődőket az intézményen belül, itt ugyanis négy felújított és időszakos kiállítást is megnyitottak.